Az első szögletet az MTK Hungária rúghatja. Madar, aki a sérülések miatt most kezdő. Jó fejes, épp hogy fölé. Zavacki ugrott be. 14. perc. Pető ballal rúghatja, Zavacki jobbal. Azt hiszem inkább Zavacki végzi majd el. Igen, jó csavar! A második Zavacki kísérlet, a szöglet utáni fejes, és ez a szabadrúgás. Eddig ő a legveszélyesebb játékos a gyepen. Skukalek. Gera. Gera lő! Az első ferencvárosi lövés a 17. percben. Hajdú veszekszik, hogy több tere van a ferencvárosi játékosoknak, mint amennyit szabadna, hogy legyen. Zavacki ügyesen hozták ki. Zavacki, szép átadás! És még kívül volt, mutatja Kassai. Viszont lapnak kell lennie, piros! Gólhelyzetben tört volna ki Illés. Jogos a piros lap. A 20. percben ember hátrányban a Ferencváros. Hiába vitatkoznak a zöldfehérek, nézzék meg, hogy egyedül viszi a kapura, vagy vinni a labdát. Illés. És hát ezek szerint Bukmirt látta szabálytalannak a játékvezető. Kitűnő labda Zavackitól. Én úgy látom, hogy egyszerre érnek oda. Bukmir kapta a pirosat. Szépen szlalomozik egyelőre. Tököli. Kezezést reklamálnak a ferencvárosiak. Hoppá! Tököli meglökte Kassait, kérem szépen. Na most mi történik? Semmi. Tököli Attila meglökte Kassai Viktort. És Tökölinek már van sárgája. Íme a jelenet. Füzi van ott. Ez nem kéz. 25. perc. Ismét egy szabadrugás. Zavacki, kapufa! Lipcsei fejeli még le. Pető, és lepattam. Ez még jobb lövés volt, mint az első. Illés. Molnár íveli be. Fejes, gól, Les. Hiába örül Welton Silva. Les miatt nem adja meg a gólt Kassai. Azonnal jelzett egyébként vígpart jelző, nem hagyott kétséget a játékvezetőben. Gera megint feltűnően üresen, meg tudja játszani Lipcseit, Hajdú! Ember hátrányban is gólhelyzetbe kerül a Ferencváros, de Hajdú véd. Lipcsei, a szokásos intés és az emelés. Dragoner fejelt. Pető szabadrúgása jöhet. 92. perc. Pető csavarja be. Fejes fölé. És le is fújja a játékvezető. Valóban ez volt az utolsó lehetőség. Juhász Roland vetődött előre. És fejelte fölé a labdát. Marad a 0-0. Ahogy a közönség kiabálja, bajnok csapat. Mennyire bajnok ez a csapat? Hát én úgy érzem, hogy még messze vagyunk tőle, akkor azt mondanám, hogy igen, hogyha ma tudtunk volna nyerni, de hát erre ma, ha meg is volt az esélyünk, nem sikerült. Úgy érzem, hogy az első 20 percben jó meccs volt, jól játszottak a csapatok, mind a két csapat jól játszott. Hát a kiállítás természetesen megzavart bennünket, összességében jónak tartom az eredményt a körülményekhez képest. Mőrölt a csapat, én úgy érzem, hogy elég sokat tettünk annak érdekében, hogy feltörjük a Ferencvárosi védekezését, sajnos nem sikerült. Ehhez kellett volna egyénileg olyan megoldásokat alkalmaznunk egy zárt védekezéssel szemben, amit ma sajnos nem voltunk képesek. Megteszünk mindent a jelenlegi helyzetünkben, a jelenlegi keretünkkel, hogy a nemzetközi szintű szereplést azért el tudjuk érni.